Ismét képregényfesztivált rendeznek Dunaújvárosban. Kiválasztották október műtárgyát az Intercize Múzeumban. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek versenyzők. A Budaörs ellen lépett pályára a DKKA csapata. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése minden évben Prokultúra Intercizé díjat adományoz. Az elismerés a kimagasló teljesítményt nyújtó alkotó és előadó művészeknek, művészeti közösségeknek és mindazon személyeknek és közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek a város kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, tettek. A díj posztumusz díjként is adományozható. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet egészen 2022. november 18-áig írásban. A javaslatokat Pintér Tamás polgármesterhez kell eljuttatni a városházára. A képregénykedvelő fantasy világa után érdeklődőket szólítja meg ismét a Comics Mania. November 5-én ismét képregényfesztivál lesz Dunaújvárosban, amelynek délelőtt 10 és délután 15 óra között a munkásművelődési központ biztosít helyszínt. Hagyományőrző céllal hívták életre a Comics Mania képviselői azt a képregényfesztivált, amelyet szervezési szempontból igencsak nehéz, pandémiás időszakot követően november 5-én lesz majd a munkásművelődési központban. Régi és új képregények, beszélgetések, vetítés és garantált jó hangulat várja az érdeklődőket. Mindezeket Orosz László, a Comics Mania vezetője ígéri a leendő látogatóknak. Számos kiállító lesz, képregénykiadók, szerzők és terjesztők, tehát iszonyat sok képregény lesz, és nagyon sok programot szerveztünk le mellé. Előadások, szerepjáték, klub, kézműves foglalkozások, animációs filmvetítés. A programsor úgy állt össze, hogy az tényleg korosztálytól függetlenül minden képregénykedvelőnek lehetőséget biztosítson a szórakozásra. Erről már Kuruc Róbert szerkesztő, az esemény szervezője beszélt. Lesz Böszörményi Mártonnak a könyvbemutatója, aki már a kortásban volt egy előadása, lesz képregényszerkesztők, képregénykészítők, workshopok és gyerekprogramokkal készülünk még. Megkerekasztal beszélgetés, aminek a témája az lesz, hogy mi a képregény jövője, lesz-e jövője, vagy nem lesz jövője. Kuruc Róbert úgy folytatta, a rendezvény alapvető célja, hogy megismertesse az emberekkel, valamint jellegével ápolja is a műfajt. Emellett lehetőséget biztosít azonos érdeklődésű embereknek a találkozásra. A célja az, hogy terjesszük ezt a igen elhanyagolt kultúrát Magyarországon. A másik célja meg pontosan ez, hogy jól érezzük magunkat. Egy jókedélyű, meg aki szerette képregényt venni, annak meg itt a lehetőség, hogy vegyem. Vagy találkozz olyan emberekkel, akik szintén szeretik a képregényt. Arra a kérdésre, hogy pontosan ki is a célközönség, Kuruc Róbert humorosan a következőt felelte. A nullától 150 éves korig terjedő korosztály, hiszen a képregényeket, animációs filmeket mindenki szereti. Tehát még egyszer, röviden. Képregényfesztivál lesz az MMK-ban november 5-én délelőtt 10 és délután 15 óra között. Egy mindössze 2 cm-es, ám annál érdekesebb és fontosabb tárgyal bővült a hónap műtárgyarovat az Intercize Múzeumban. Októberben Buza Andrea régész muzeológus jóvoltából egy fallikus medált ismerhetnek meg a látogatók. Október hónap műtárgya bizonyítja, hogy néha az igazán apró dolgok is képesek hatalmas jelentőséggel bírni. Az Intercize Múzeumban időről időre egy-egy különleges tárgyat mutatnak be a szakemberek, így került sor az említett fallikus medára is. A forma sokak számára talán mosolygásra adhat okot, ám a római korban maga a tárgy fontos feladattal bírt. Védelmi célzattal hordták az emberek, így ehhez hasonló motívumok sokszor a házakon is jelen voltak. Mint arról a tárgyat kiválasztó és bemutató Buza Andrea régész muzeológus beszámolt, az említett tárgyi emlék egy gyermeksírból került elő. Ebben az esetben sajnos nem volt képes teljesíteni a célját. Ebben a hónapban egy kisé
A mai szemmel érdekes, hogy pikáns jelképet választottunk. Egy fallosz alakú kis függőcskét, mindössze 2 centiméter, illetve lesz a párja, az egy aranyból készült, az meg még kisebb, olyan 1,38 centiméter. Bár mondom, mai szemmel nézve ez különlegesnek számít, a római korban ez egyáltalán nem volt különleges. Ez egy védő tárgy volt tulajdonképpen, voltak egészen nagyméretűek, amik mondjuk a házakat védték a gonosz szemtől, tehát egy óvó jelentőségű volt, és voltak ezek a kisméretűek, amiket általában nyakba hordtak, és ezeknek is védő tulajdonságuk volt. A múzeumban tehát összesen 2 ilyen tárgyal találkozhatnak a látogatók. A kisebb, aranyból készült medál valószínűleg egy gazdagabb család nyughelyéről származik. A szakember elmondása szerint ilyen és ehhez hasonló tárgyak azért viszonylag rendszeresen kerülnek elő a feltárások alkalmával. Nálunk ez a ilyen kicsi, 2 van. Egyéb hasonló jelkép azért van több is, de a Pannonia szerte több is van. Tehát viszonylag gyakori, tehát nem mondom, hogy teljesen gyakori, de viszonylag gyakori. Vannak különböző változatai, tehát olyan, hogy tehát nem ilyen kis függesztős, hanem 2 tágú, és akkor a másik fele az egy ilyen fityiszt mutat, ami egyébként a római korban szintén egy ilyen védő mozdulat volt. Aztán egyéb változatai is lehetnek a tárgynak, tehát előfordulnak viszonylag gyakran. A jelképet bár védelmi célzattal hordták a rómaiak, sokszor ez sem volt elég. Buza Andrea azt mondta, akkoriban magas volt a gyermekhalandóság, bár annyira már fejlett volt az orvostudomány, hogy javaslatokkal látták el a várandós nőket, beteg embereket, sőt, szükség esetén még orvosok is segítették például a szüléseket. Minden eszközre szükség volt a védelemhez. Hogy ezek milyen hatékonysággal látták el a feladatukat, arról már lehetne vitatkozni. Óvták a várandós nőket, vannak erre konkrét leírások, hogy mit javasoltak neki, mit nem. Bábák kísérték ugye a szüléseket. Ha rossz lett, akkor, tehát hogyha vészhelyzet lett, akkor akár orvost is hívtak. Tehát igyekeztek, de ennek ellenére azért mondjuk a csecsemő halandóság az magas volt. Voltak orvosok, tehát tudjuk, Akvinkumban is működött orvos. Van, amit nyilván meg tudtak gyógyítani, hát van, amit sajnos nem. Az Intercize Múzeumban tehát októberben is egy igazi különlegességgel ismerkedhetnek meg a történelem kedvelők. Az előző hónapokban kiválasztott tárgyakról a múzeum hivatalos oldalán találnak részletes információkat az érdeklődők. Ha dartsról van szó, akkor a helyi egyesület által szervezett megmérettetéseken garantált a jó hangulat. Ez most sem volt másképp a Dunaújvárosi Darts Klub által szervezett évzáró páros darts versenyen, ahol kis túlzással az ország szinte minden pontjáról érkeztek versenyzők. Legyen szó páros vagy egyéni versenyekről, a Dunaújvárosi Darts Klub által szervezett viadalok mindig nagy sikert aratnak a sportkedvelők körében. A Munkásművelődési Központban, avagy az Egyesület helyi bázisán rendeztek évzáró páros versenyt, amely ismét kiváló lehetőség volt a helyi kötődésű és vendégegyesületek kötelékében versenyző sportolók számára, hogy ismét megmérettessék magukat. A helyszínen Körmendi Mihállyal, a DDC elnökével beszélgettünk a viadalról. Mindenképpen a versenyről szólnánk, és a páros verseny. Jobb hangulatú verseny szokott lenni, többen vagyunk, oldottabb a hangulat. Nincs egyénieskedés, általában a párosokon nagyon sok minden múlik, hogy a páros alapján kinek melyik nap jön ki jobban a teljesítménye. Elég sok helyről érkeztek, Budapestről, Pécsről, Madocsa, Paks, Dabas, Dömsöd, Németkér, Madocsa, és azt hiszem Kaposvár, Érd, elég sok helyről jöttek mostanazánk. Bár ebben az évben is több kiváló hangulatú versenyt szervezett a helyi egyesület, Körmendi Mihály mégis egy kissé csalódott volt. Ennek oka, hogy nem sikerült magasabb osztályba jutniuk, pedig a klub számára ez egy fontos célkitűzés. Sajnos nem sikerült megint a feljutása a egy magasabb osztályba, jövőre ismét megpróbáljuk. Ebben az évben egy új csapatokkal indultunk neki a bajnokságnak. Múlt évben egy páran távoztak tőlünk, és most egy új csapatokat kellett felállítanunk ennek érdekében. Összeszokás alatt állunk, új csapatokkal is voltunk megmérkőzve, tehát ott akikkel még eddig nem találkoztunk. Jövőre megint próbáljuk ezt a feljutást, és hát majd sikerül. Ez volt a stíl szakák. A szószakákban ott szintén szerepelgettünk eredményesség úgymond nélkül, de hát benne vagyunk a Magyar Darts
légkörébe, a szobba is és a szélbe is. Mint már említettük, a viadalra szép szemmel érkeztek vendégversenyzők is. Major Nándor Budapestről látogatott el az MMK-ba. A versenyző elmondta, immáron 5-6 éve szeretett bele a sportba, javarészt a televíziós közvetítések hatására. A sporták iránti szeretet azóta is aktívan él benne. Nagyon jó közeg, akárhova megyünk, ott nagyon jól érezzük magunkat. Meg ez az, hogy egyéni sportág, ez nekem nagyon tetszik, hogy igazából magadért küzdesz. A játékosnak eddigi pályafutása során már többször is voltok a büszkének lenni. Fel is elevenített néhány számára nagyon kedves momentumot. Amire legbüszkébb vagyok, az 2018-ban a Magyar Darts Liga győzelem, azt sikerült megnyerni, illetve múlt héten sikerült a nemzeti bajnokságon egy 9 hilas dobni. Erre nagyon büszke vagyok. Az energiaárak növekedése miatt ugyan a Dunaújvárosi Darts Klub helyzete is górcső alá került. Körmendi Mihály bízik abban, hogy az egyesület jövője biztosított. Ők legalábbis pozitív szellemben a kezdeti célokért dolgoznak tovább. Nehéz bajnoki csata várt a DKK a felnőtt női kézilabda csapatára, mely a Debrecent is legyőző Buda Őrs gárdáját látta vendégül a sportcsarnokban szombaton. Együttesünk egy szoros első félidő után jó védekezéssel és fokozatosan javuló támadójátékkal győzte le 26-22-re az ellenfelét. 26-22-es hazai sikerrel gyűjtötte be a bajnoki pontokat a DKK a felnőtt együttese. Rapatyi Tamás játékosaira nem várt könnyű mérkőzés, és a szorosnak ígérkező találkozó nem is okozott csalódást a drukkereknek. Egy küzdelmes, 10-9-re végződő első felvonást követően jelentősen javult a Kohász játéka, így végül összejött az újabb siker. A lefújást követően a csapatok képviselői értékelték a pályán látottakat. Első fél idővel teljesen elégedett voltam, rendben volt a védelmünk, a kapus teljesítmény is, és elő is szép dolgot csináltunk. Kevés gólos mérkőzés volt, tehát az látható volt, hogy nem fogjuk 30 közelbe se nagyon érni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy második fél időben is ezt tudjuk tartani. De kijöttünk a szünetre is, vagy a szünetről, és a második fél idő elején rögtön 3-4 zicsert hibáztunk. Volt talán egy technikai hibánk, emberelőnyt nem tudtuk jól lejátszani, és az Újváros szerezte meg azt a 3-4 gólos előnyt, ami egy kevés gólos mérkőzésen azért az nagy előnynek számít. Nehéz volt egy olyan csapat ellen védekezni, akik támadásban veszélyesek, ráadásul lassítani próbálják a játékot. Fogalmazott értékelőjében Rapatyi Tamás, a DKK a vezetőedzője. Mindenképpen lassítani próbálták egy kicsit a játékot, tehát ez nagy nehézséget okozott nekünk, hogy mi azt a gyorsabb játékot tudjuk játszani, amit akarunk. Ezt néha sikerült megvalósítani, ebből is sikerült nekünk azt az előnyünket, azt a kicsi előnyünket megszerezni. Én azért üdültem nagyon, mert nagyon kellemetlen, nehéz védekezni Buda Őrs ellen, és ebben fegyelmezettek tudtunk lenni, és a hibák ellenére alapvetően ezt a feladatot jól meg tudtuk oldani. Csalódott volt a lefújást követően Tóth Melinda, a vendégek játékosa. Azt mondta, a második felvonásban bent ragadtak az öltözőben, így a pályán vétett hibák végül megbosszulták magukat. Először is gratulálok a Dunaújvárosnak. Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit mondani. Azt gondolom, a csapatban sokkal több volt ennél. Dani nagyjából elmondott mindent. Második fél időben azt gondolom, hogy egy kicsit bemaradtunk az öltözőben. Zicsereket rontottunk, ugye nem tudtuk lejátszani jól az emberelőnyös helyzeteinket, és azt gondolom, hogy ez az egészre rányomta a bélyegét. Ott voltak a sanszaink, sajnos nem tudtunk vele élni, úgyhogy szomorú vagyok, de menni kell tovább. Ahogy Nick Victoria fogalmazott, a lerohanásos gólok nagyban hozzájárultak a csapat sikeréhez. Szeretnénk gratulálni a lányoknak, hogy nyertünk, és büszke vagyok rájuk, mert egy csapatként küzdöttünk. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, de többé-kevésbé meg tudtuk valósítani azt, amit gyakoroltunk a héten. Nem kezdtük jól a mérkőzést, de a második fél időben gondolom, hogy ezzel a lerohanásos gólainkkal sikerült előnyt szerezni, és tudtunk nyerni. A mérkőzés teljes írásos összefoglalóját a Dunaújváros online-on olvashatják el a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia drukkerei. Az edzők és játékosok teljes értékelőjét pedig Kispad című sportmagazinunkban hallhatják az érdeklődők. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!
készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.